Vasottó Elműémász környezetvédelmi és biztonságtechnikai osztályvezető. Azt mondta, hogy van itt egy érdekes képlet. Én ezt úgy fordítottam, hogy XY egyenlő Z. Megmagyarázza? Igen, az X a munkavédelemben ebben a képletben úgy néz ki, hogy minden, amit a munkáltató, a szabályzatok, a szabályzások, az eljárások, a helyszíni ellenőrzések, védőeszközök keretében biztosítani tud, ez az X tényező. Az Y, a szorzásnak a másik tagja, az pedig mindezeknek a meghatározott szabályoknak a betartási hatékonysága és minősége, ami már a helyszínen dől el zömében. És ez a nemzetközi szakirodalomban is megjelenik ez a képlet, miszerint az elsőt hiába gondoljuk, hogy már 95 vagy 98%-os szintre eljuttattuk, a második tényezőnek van döntő hatása a végkimenetelben, illetve ennek az egésznek az eredményében, és bizony ebben a második tényezőben látunk fejlesztési lehetőséget. Nagyon sok múlik az emberen és a helyszínen ezeknek a szabályoknak a végrehajtásán, betartásán. Mert tulajdonképpen a második, az Y, az emberi tényező, ugye? Az emberi tényező, az ezeknek a szabályoknak a megértése, betartása, akár egyéni szinten is, illetve vezetői szinten is. A vezetőt értem ebben a kontextusban, a helyszíni vezetőt, illetve aki az osztálynak a vezetője, hogy az ő iránymutatásai, illetve a hitelessége mennyire megy át egyéni dolgozói szintre, akik utána a helyszínen ezeket a szabályokat meg kellene, hogy tartsák. Azt mondta, hogy ebben az évben az Elműémásznál erre a második tényezőre, az Y-ra figyelnek, ha maradunk az én hasonlatomnál, mert az X az nagyjából már ki van maxolva. Mit figyeltek meg akár az Elműémászon belül, akár az iparágon belül, mit mutatnak a baleseti statisztikák, az eseménynaplók? Azt mutatják, hogy sajnálatosan ismét, legalábbis a mi társaságcsoportunkban tavaly is már ismét megjelentek a súlyosabb iparági balesetek, ezért fontos, hogy ezen a bizonyos Y tényezőn tovább dolgozzunk. Különböző programokat, intézkedéseket vezetünk be erre. Például lesz egy munkabiztonsági felmérés, objektív módon számszakilag mérhető felmérés is, amiben mind a kollégákat, mind az ő vezetőiket és a top vezetői szintet is meg fogják külső szakértők kérdezni, és erre fog egy akcióterv alapulni. Nagyon fontos, hogy bevezetjük alapszabályainkat, a munkabiztonsági minimum szabály, amiben toleranciát ebben nem tudunk mutatni a dolgozók felé. Egy progresszív rendszerrel szeretnénk ezt következménymenedzsmenttel is ellátni. Illetve nagyon fontos a kölcsönös felelősségnek a hangsúlyozása, ez is bekerült az alapszabályok közé, ami arról szól, hogy a legfontosabb szabályok esetén azoknak a kollégáknak is bizony van felelőssége, akik ezeket a szabálytalanságokat látják, és esetleg nem szólnak időben. Azt várjuk el tőlük, hogy ők is aktívan szóljanak, figyelmeztessék kollégáikat a veszélyekre, és ha nem járnak a sikerrel, akkor pedig a vezetők felé is kommunikálják. Fontos még, hogy itt munkapszichológiai és akár személyiség típus sok kérdése is fölmerül, tehát érdekes egy munkapszichológiai kutatás eredmény, hogy a különböző emberek különböző kockázatvállalással és szabálykövetéssel rendelkeznek, már akár beépítve is, és nekünk ki kell szűrni azokat a személyeket, akiknek a kockázatvállalása túl magas, hiszen egy ilyen veszélyes iparágban, mint a miénk, ez fokozott veszéllyel, illetve kockázattal jár. Mi a cél? Mert igazából nyilván nullára redukálni a balesetek számát nem lehet ebben az iparágban, egy ilyen veszélyes üzemnél, ahogy az ön az előbb fogalmazott. Magasban, nehéz körülmények között, időjárási viszontagságoknak kitéve, nyilván rossz terepviszonyokon vagy nehéz terepviszonyokon valamiféle baleset mindig előfordulhat. De mi a cél? A cél, hogy a legnagyobb kockázatú, legnagyobb súlyú baleseteket viszont teljesen kiiktassuk a rendszerből, és erre igenis van mód, mind az X tényező, ahogy ön említette, X tényezőknek a betartásával, másrészt az egymásra való odafigyeléssel. De nagyon fontos ebben az iparágban is a fegyelem. Tehát ha azokat az alapvető legfontosabb szabályokat betartják, akkor súlyos, illetve közepesen súlyos balesetek nem fordulhatnak elő. Ezekre kidolgozott iparág specifikus szabványok, standardek vannak, például a feszültségmentesítés 5 lépésére, ha azokat a kollégák betartják, akkor nem történhet velük ilyen baleset. Sajnos ekkor is marad még egy, ahogy ön is említette, egy kisebb százalékú baleseti kockázat. Ebben benne vannak bizonyos kivéthetetlen tényezők, mint például a terepviszonyok, vagy ahol a kollégáknak akár
20 ezer négyzetkilométeren bárhol munkát kell végezniük, mindenhol ezt nem lehet előre felmérni, illetve még tényezőként ott marad a vétlen hibázás lehetősége, de ezek már olyan kisebb súlyú balesetek, amik ekkora létszámnál és ekkora munkamennyiségnél azt gondolom az elfogadható kockázatnak a kategóriájába esik, és ez a tulajdonosi elvárásoknak is megfelelő baleseti statisztikát fog eredményezni. Nagyon szépen köszönöm Vasottónak, az Elmémesz környezetvédelmi és biztonságtechnikai vezetőjének. Én is köszönöm szépen.